Saul története. Góliát, az óriás. Sámuel a kiválasztott nép utolsó bírája. Öregkorában ítélő bírákká választotta az ő fiait Izrael népe között. De ezek nem az ő útját járták, hanem a telhetetlenség útját. Akkor a vének egybegyűltek és arra kérték Sámuelt, hogy válasszon királyt közülük, aki egyesítené és kormányozná Izrael nemzetségeit, miként más népeknél szokás. Sámuelnek pedig nem tetszett, hogy király uralkodjék a nép fölött és kiváltságokkal bírjon. De Izrael vénei nem hallgatták meg, és Sámuelre szállott az Úr lelke, és kiválasztotta a Benyámin nemzetségéből való Sault, hogy király legyen Izrael népe fölött. Saul hadva vonult az ammoniták ellen, és megfutamította őket. Aztán népét a filiszteusok és a moabiták ellen vezette, és meggyőzte ismét az ammonitákat, és Seboim és Edom királyát is, és megszabadította Izrael fiait az őket sanyargató ellenségtől. Ám de hatalma növekedvén nagyra vágyása is növekedett. Olyannyira, hogy Saul nem engedelmeskedett többé az Úr parancsainak. Saul története. A forgatókönyvet Ottavio Gemma, Flavio Nicolini és Marcello Baldi írta. Magyar hangok: Kránic Lajos, Zalán János, Rosta Sándor, Boros Zoltán, Hámori Eszter, Andrész Kati, Dobránszky Zoltán, Melis Gábor, Szabó Otto. Magyar szöveg Sára Ágnes, szakértő Dörr Ágnes, hangmérnök Bán Péter, gyártásvezető Katócs Kati és Fehér Tamás, szinkronrendező Varga T. József. Zenéjét szerezte Teo Uzelli. Fényképezte Marcello Masocchi és Juan Ruiz Romero. Rendezte Marcello Baldi. Amit hajdan megírtak, azt tanúságul írták. Szent Pál levele a Róma beliekhez. Hozd a dárdámat! Sámuel, itt van. Sámuel? Én Sámuel! Sámuel! Áldásség a nevem! Á! Gyönyörű nap ez a mai, Sámuel! Eljöttél, hogy bejelentsd győzelmünket? Igen, az Úr szóljon általad! Jöjj! Jöjj hát, és lakozzál velem! Jöjj közelebb! Pihent ki az út fáradalmait. Légy vendégem! Mindenben az Úr parancsolatát követtük, amint meghagytad. Jöjj hát! Igazad beszélsz? A jószágot az ammoniták földjén zsákmányoltuk. Égő áldozatul szolgálnak majd az Úr színe előtt. A mi barmaink minden hullottak. Ti semmibe vettétek az Úr parancsolatát. Pusztítsatok el mindent, ami Amálek földjén él és mozog. Embert, barmot egyaránt. Hogy írmagjuk se maradjon. Íme így parancsolta nektek az Úr. De hiszen az imént mondottam néked, Sámuel, hogy a jószágot mind az Úrnak áldozz. És azt gondolod, hogy ezzel bocsánatot nyerhetsz engedetlenségedért? Járvány pusztított a nép között. Engesztelő áldozatnak szállta. És a király? Vajon nem a királyt kellett volna feláldozni, hiszen te hoztad népedre a bajt? Nagyra vágyásoddal,
hogy megmutathasd az ellenség fölötti hatalmadat. Ne feledd, kivel áll szemben, Sámuel! Te ne feledd, hogy én ki vagyok. Emlékezz, ki voltál, mielőtt az Úr az én kezem által Izrael királyává kent fel téged. Te pedig nem figyelsz többé az Úr szavára. Az Úr szavára? Vagy a tiédre? Békélj meg, Sámuel. Ne ítélj túl keményen. Elismerem, vétkes vagyok. Nem egyszer megszegtem az isteni parancsot. Jöjj át. Könyörögjünk együtt az Úr bocsánatáért. Vezess a nép elé úgy, mint régen. Nem. Én nem fogok többé melletted állni. Nem leszek részese a te bűnödnek, Saul. Te eltaszítottad magadtól az Úr rendelését, és én most téged taszítalak el. Nem leszel többé Izrael királya. Sámuel! 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 Elszakasztotta-e mai napon az Úr tőled Izrael országát, és azt a te fele barátodnak adta, aki jobb nálad? Mondd meg, ki az, Sámuel? Kényszerítelek, mondd meg! Ki az a másik, aki jobb nálam? Mondd meg a nevét! Még a nevét sem tudod, már is gyűlölöd őt, Saul. Mondd meg, ki az! Magam sem tudom, de azt tudom, hogy szemed előtt fog növekedni az ő hatalma és dicsősége napról napra, miközben te kicsinynek érzed majd magad. Egyre kisebbnek. Mik a hírek? Hajnalban előhírnököket küldtünk a völgybe. Jelentették, hogy a filiszteusok a hegytetőn ütöttek tábort. Jól van. Felállítjuk a szekértábort velük szemben. Állj! Állj, megállj! Gyere ide! Gyere ide! Ide, gyere! Hé! Hé! Megállj! 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 Állj! Uram, az őrök fogták meg ezt a fiút, aki ott legeltette a nyáját a tábor körül, de csak azért, hogy jobban tudjon lopni. Ezek mind ilyenek, fosztogatók! Ismerem a fajtáját, bizony! Ismerem őket! Jól ismerem őket, uram! Ez nem igaz. Mi nem vagyunk tolvajok. Csak azért járunk a sereg nyomában, hogy összeszedjük az elbitangolt jószágot. Különben is. Ki merné ellopni az áldozati állatokat? Ez a tiéd? Igen, és el akarta venni tőle. Igen, uram, elvettem tőle, mert a múlt éjjel is a legszebb álmomból vert fel, amikor elkezdett rajta játszani. Hát nem te mondtad, hogy minden éjjelt átvirrasztasz? Éppen ezért. Attól féltem, hogy a hangoskodásával megzavarja az álmodat, uram. Szóval te vagy az, aki még a kakasok előtt köszöntöd a hajnalt. Aha. Játsz nekem. Na, gyere! Thank you.
40 napja, hogy itt várakozom! És nincs közületek egy sem, aki megmerne vívni velem! Miért készítitek ütközethez a sereget? Jonatán! Nem filiszteus vagyok én! Te sem cselekedhetsz atyád parancs ellenében! Én már ezerszer tettem kockára az életemet, őért, de most! Mert mindjávák vagyunk! Igen, Abner! És jöjjön hozzám le a völgybe! Egyikünk sem mer szembe szállni Góliáttal! Esztelen cselekedett volna! A filiszteusok azt akarják, hogy mi induljunk meg elsőként! Csak erre várnak! Tudod, amelyik hadsereg először száll le a völgybe, elveszett! Ezt a filiszteusok is nagyon jól tudják! Góliát nem más, mint közönséges csalétek! Igen? Mi van? Egy pásztor fiú. A királlyal akar beszélni. Biztosan bolond. Gergessétek el! Várj! Ez az a fiú, aki olyan szépen játszik a lantján. Igen. Tedd, amit mondtam. Abner, emlékezz, mi történt a minap. Mikor ez a fiú a lantját tengette, atyám lecsillapodott. Ma nem csillapítja le semmi. Köszönöm, uram. Csöndesen lép be hozzá. És azonnal kezd el játszani a legédesebb dalamot, úgy, mint legutóbb. De ha nem csillapul, haragja. Ne maradj tovább, rögtön hagy magára. Állj, pásztor fiú. Csak egy gyönge gyermek szívében maradt nyoma. Izrael hajdani vitézségének. Micsoda szégyen. Kérlek, uram, hallgass meg! Amikor atyám juhait őriztem, volt, hogy eljött egy oroszlán meg egy medve, és elragadott egy bárányt a nyájból. Én utána mentem és kiszabadítottam a bárányt. Ha nem menekült el, puszta kézzel megfojtottam a bestiát. Ezt tettem én sokszor. És ezt fogom tenni most is. Kész vagyok megölni azt a körülmetéletlen filiszteust, mint a fenevadat. Ha az Úr megszabadított az oroszlán és a medve karmaiból, megszabadít engem a filiszteus kezéből is. Meg fogom ölni Góliátot. Ki vagy te? Talán az én fiam vagy. Nem, te Saul vagy. Csak az én képzeletem szüleménye vagy, hogy megkísérts. Nem! El innen! Világosságot! Még mindig itt vagy? Itt van, nesze,
fegyvereimet. Igen, igen. Menj harcolni. Le fogod győzni az ellenségeidet. Menj és vívjál meg Izrael ellenségeivel. Övezd fel a kardod. Az én kardomat. A király kardot ígni. Ez az. Kösd az oldaladra. Ígni. Ez az. A pajzsot. A pajzsot. Itt van. Hát rajta! Indulj, te kísérted! Indulj, gyerünk! Eredj hát! Engedelmeddel, uram, nem szoktam én ehhez hozzá. Ebben még járni sem tudok. Hadd vívjam meg ezt a küzdelmet az én saját fegyvereimmel. Nem. Az Úr legyen te veled. Izrael sorsa most már egy pásztor fiú kezében van. Értelmetlen áldozat. Nem áldozati bárány ez a fiú. Erős az ő hite. Erős. Ezt az erőt láttam én meg az ő szemében. A ti szemetekben csak kicsi hitűséget látok. Még a fiam hite sem elég erős. Hogy ne járkálj erre! Nem hallasz! Takarodj innen! El innen! Vagy éhes vagy, és alamizsnát koldulsz! Nesze! Vedd föl és egyél! Na, hord el magad! Azért jöttem, hogy legyőzzelek a seregek urának, Izrael istenének nevében. Téged? Téged küldtek ellenem, hogy te győzz le engem? Hallottátok mindannyian? Hallottátok ti is, barátaim? Én azt mondtam neki, küldjenek ellenem egy férfiút, ezek meg egy gyermeket küldenek ellenem. Aki még csak nem is fiú, a termet akár egy lányé. Szép gyermek, annyi bizonyos. Az Úr a mai napon a kezembe ad téged. Mit jelent ez? Azt hiszed, Ebb vagyok én, hogy kövekkel jössz ellenem? Ebbnél is kevesebb vagy. Legyőzlek téged, és a fejedet veszem, és tetemedet meg a tieid testét a vadaknak vetem oda étkül. És megtudja majd az egész világ, hogy él Izraelnek Istene.
a mi Istenünk nevében! Nekem és Izrael egész népének kellene előtte térdepelni. A mai napon tanúbizonyságot tettél, hogy él az Úr Izraelnek Istene. Mert te általad íme a mi kezünkbe adta ő a mi ellenségünket. És mi megfutamítottuk mind, és űztük egész Gát és Ekron városáig. És én még azt sem tudom, ki fia vagy. A te szolgád, Isái fia vagyok, Betlehemből. Á, igaz is, igaz. De a nép tégedet, Dávid neveden üdvözölt. Dávid pedig azt jelenti, az, aki vezet és parancsol. Ezentúl így hívlak én is. És én Dávid leszek, Saulnak nevében, aki uram és királyom. Abner, Jonathan! Add öleljelek meg, Dávid. Hagyj köszönjen meg, amit népünkért és atyámért tettél. Saul tébolya. Előre! Saul, 100 filiszteust kért tőled. Ezt viszed nász ajándékba a mennyasszonyodnak. A király azt mondta, nem kell megtéríteni, elég, ha megöljük a filiszteusokat. Dávid, vedd el Saul mindkét lányát. 100 filiszteust egy-egy királylányért. Rabszolganők! Erre kellenek csak a leányaid. És a fiaidnak milyen sorsot szánsz, hogy harcoljanak, és meghalljanak a csatában? Ne kezd előről, kérlek, ne kezd! Amint felcseperednek, az Úr legyen irgalmas hozzájuk. És Saul, király atyjuk, csak megalázza őket, és idegent helyez fölébük. Dávid, nem holmi idegen. Ó, nem, mert befogadtad a családodba, és a lányod kezét neki ígérted, annak a pásztor fiúnak. Miért? Mi voltam én azelőtt? Ha, és mivel érdemli ki ez a senki, hogy a király veje legyen? Megígérted ennek a Dávidnak. Nincs vagyonod, pénzed? Nem baj, semmi az. Menj és ölj meg néhány filiszteust. Néhány filiszteust? Ah, 100 filiszteust mondtam, ha? 100-at. És erre te? De most már elég, elég azt mondtam! Miért nem mondod ezt a fiadnak? Soha nem mondtál neki rosszat Dávidról. Jonatán a legjobb barátja. Annak a pásztor fiúnak. Láttad volna, hogy néz rá.
És az én vitézeim is. Az én vitézeim mind az életüket adnák érte. És a nép, az emberek még a lábanyomát is csókolgatják, amerre jár világszirmokat hintenek a földre. És te azt kívánod, hogy én egész Izrael nép ellen cselekedjem? Nem hittem volna, hogy ennyire félsz tőle. Olyannyira, hogy még... Hallgass! Hallgass, asszony! Távozz tőlem, tisztátalan lélek! Azért jöttem, uram, hogy jelentsem, a te kegyelted Dávid, aki a te seregednek élén áll. Híven teljesítette minden parancsodat, és nagy győzelmet aratott a filiszteusok fölött, uram. Aki a seregemnek élén áll? Miért nem te állasz az én seregem élén? Micsoda képmutatás! Azért küldtem helyetted a csatába, hogy ő vesszen el, ha veszni kell. De ezt nem tudod megbocsátani neki. Parancsol az én uram neki valamit? Igen. Azt parancsolom neki, hogy ének szóval, muzsikával, tánccal ünnepelje Saul király győzelmét. Más szóval ünnepeltesse magát, ahogy tetszik. És most hagyd magamra! Ne! Akinoam! Ne hagyj el! Szükségem van rád! Add a kezed! Üzd el a kísértetet! Üzd el! Látod, Akinoam, már megint itt van. Mindig visszatér. Mindig. Bár veszne el a filiszteusok kardja által, sem mint az én kezem által. Éljen, kérlek, ne higgy el többet, uram. Tudod, hogy a bor megárt neked. Tévedsz, Abner! Nagyon is jót tesz. A bor elűzi a rémeket. És segít, hogy tisztán lássak. Igaz, Abner? Hogy tisztán lássak. Dicsőség Saulnak és Dávidnak! Éljen! Ő a király! Megverte az ő 10 000-ét! Vannak pillanatok, amelyeket csak ködösen élünk át. Emlékszel-e még, Abner, amikor Séboim völgye felé indultunk?
sereg hatalmas port vert fel. Én hófehér paripán lovagoltam, és hirtelen, mintha megfordult volna velem a világ. Elködösült a tekintetem. Aznap te mentetted meg az életemet. És azóta egyre gyakrabban száll le rám ez a sűrű köd. Csoda, hogy a karom még bírja ezt a szekercét. Dávid, fiam! Isten hozott Dávid! Miért állsz úgy ott, mint a sóválvány? Azért, mert megszólaltattam a lantodat? Jöjj hát, fiam, jöjj hozzám! Uram és királyom, íme elhoztam neked a jegyajándékod leányod kezéért. Nem 100-at öltem meg. 200-an vannak a filiszteusok, akik többé nem fognak kardot ellened. Biztosan tudtam, hogy győzni fogsz. De arra már gondolni sem mertem, hogy kétszeresen is bebizonyítod vitézségedet. Mert íme láthatja mindenki, hogy a jegyajándék kétszeresét hoztad el. De én csak egyik lányomat adhatom néked feleségül. Kár, hogy az az egy nincs akkora termetű, hogy a kétszeresét nyomná az ígért jegyajándéknak. De most látom, fiam, hogy mindannak, amit te benned láttam azelőtt, a kétszeresével bírsz. Minden dicsőség az én uramat illeti. Én csak az ő alázatos szolgája vagyok. Ó, jól beszélsz, jól beszélsz. Akkor pedig kétszeresen kell alázatosnak lenned, és minél nagyobb az én dicsőségem, annál inkább. És így tovább egész életed át mindig kétszeresen. Ó, szegény Dávidom, ki tudja, mennyit kell majd fáradoznod. Ó, de régen is volt, hogy énekeddel és lantott húrjának lágy hangjával vigasztalódtam. Kérlek, dalolj nekem! Most, uram! Dalolj nekem! Téged hallgatnom nagyobb öröm szívemnek, mint a filiszteusok fölött aratott győzelmed. Elfáradtam, uram! 5 várost bejártam pihenés nélkül. Fáradtabb a te királyod öreg szíve, mint a te ifjú tested. Dalolj! De uram! Dalolj! Atyám beteg, tudod? Így bánik gyakorta velem is. Pedig én az édesfia vagyok. Mikál! Jöjj, Mikál!
Dávid. Ó, Dávid. Annyira aggódtam miattad. Dávid, egy pillanatig sem kell félned atyámtól. Bármit tervez is ő ellened, én melletted leszek. Még akkor is. Akkor is, ha el kell őt árulnom. Szeretlek téged, Dávid. Nem, Mikál. Nem fordulhatsz miattam atyád ellen. Mindkettőtöket szeretlek. Nem támaszthatok viszályt köztetek. Atyám gyűlölete irántad nagyobb, mint hinnéd. Mit mondasz, Mikál? Dávid. Igazán szeretsz. Szívből szeretsz. Nincs miért aggódnod, ez csak játék. Hozd csak! Gyorsan, add ide! Most rajtad a sor! Az utolsó próba! Lenne mit tanulnom tőled. Dárda vetésben a nyomodba sem érek. Nem úgy van az, fiam. Ezzel mindig megzavarodsz. Csak ugyan. Bánt téged, uram. Nem örülsz tán a győzelemnek? Győzelem? Hagyta, hogy legyőzzem. Gyermekként bánik velem.
Rendesen járj, fölvered a hat népet. Annál jobb. Atyád csak felvirul, ha megtudja, hogy ismét kijátszottuk a filiszteusokat. Most pedig térjünk nyugovóra, Jonatán. Úgy hiszem, megszolgáltuk. És holnap korán reggel mindent jelentünk a királynak. Uram és királyom, hát mégsem akarsz meghallgatni engem. Ezért hivattál az imént, hiába. A gyertya lángja éppen olyan, mint az emberi elme. Jöjj közelebb, fiam. Beszélj. Nem voltunk többen, csak talán 30-an, de ők több mint 200-an jöttek ellenünk. Az egész elősereggel szembeszálltunk. És megöltük őket mindegy szálig. Ülj le mellém. Nagy tehetségű ifjú vagy te. Tudsz bánni a fegyverekkel és a szavakkal. Gyönyörű verseket költesz, és csodálatos lantjátékkal kíséred. Igen gazdag a te lelked. Nincs más vágyam, mint téged szolgálni, uram. Biztos vagy ebben? Dávid. Dávid! Beszélj nekem Sámuelről. Hogyan? Sámuelről? Igen. Beszélj nekem Sámuelről. Egyet se félj, Dávid. Régóta tudom már, hogy ő kiválasztott téged. Tudom, hogy gyakran találkozol vele, és ő vigyázza minden lépésedet. Ezért fogadtalak téged szolgálatomba, hogy a védelmem alatt állj. Tehát, amint látod, nincs értelme az alakoskodásnak. Különben is belefáradtam a Sámuellel való húzakodásba. Mire vezet ez? Csak rajtad múlik, hogy ismét barátok legyünk. És ezt te is tudod úgy, mint én. Ő választott ki téged, nem én. Miért állítottalak volna seregem élére, és adtam volna hozzád a lányomat, ha nem tudtam volna, hogy Sámuel téged jelölt ki örökösömül? Te leszel Izrael felkent királya. Nagy küldetés vár még rád. Kutatnád inkább a csillagok titkát, hogy megfejthesd, mikor, hol, miképpen áldozza fel az Úr az ő egyetlen fiát. Nem vagy ma valami bőbeszédű. Nem értem, miről beszélsz, Saul. Hát jól van. Pihenj meg. Leányom már biztosan vár. Tolvaj! Gyáva képmutató! Képmutató! Hazug! Hazug! Képmutató! Abner! 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 Dávid! Mi történt? Beszélj, mi történt? Ki tette ezt veled? Nem történt semmi.
Mikál, hadd nézzelek téged. A hajadat, a szemedet. Olyan szép vagy én szerelmem. Majd elfelejtettelek. Jonatán barátsága. Hálátlan leány! Átkozott légy! Miért csaltál meg engemet? Majd egy szép napon megtudod, miféle emberért árultad el atyádat. Jonatán! Hogyan találtál rá? Találkoztam Sámuellel. Ő mondta, hogy hol keresselek. Menjünk el innen. Itt megláthatnak minket. Hagyd hátra a lovadat. Jó hírem van, Dávid. Nincs okot félni többé. Saul mindenáron meg akar tölni. Sámuel keresésére indult. És amikor találkoztak, tudod-e, mi történt? Atyám levette a királyi ruháját. És elkezdett prófétálni. Megszállta az Isten lelke. És a te nevedet emlegette. Egészen más ember lett belőle. Holnap este, a hold első napjának ünnepén asztalához kíván ültetni. Ismét meg akarja erősíteni a veled kötött szövetségét. Mi van veled? Nem hiszel nekem? Él az Isten, Jonatán, bizony. Csak egyetlen lépés választ el engemet a haláltól. Hallgass meg, Jonatán. Sokat töprengtem itt puszta magányomban. Te tudod, amiket beszélnek rólam, hogy atyád miért olyan féltékeny rám. Én megértem őt, és nem ítélkezem az ő eszeveszett dühe fölött. Én nem gyűlölöm őt. A helyében én sem lennék különb. Lehet, hogy aggódik a fiai jövőjéért, a dicsőségetekért. De én most nem lehetek bizalommal iránta. Menekülnem kell haragja elől. Akkor hát mit tegyek? Mondd atyádnak, hogy elmegyek.
de tud, hogy én a mezőn fogok rejtőzni. Ha Saul kérdez majd felőlem, mondd néki azt, hogy az utolsó pillanatban meggondoltam magam, és inkább Betlehembe mentem, hogy családommal ünnepeljek. És ha erre nem mutat semmi haragot, az azt jelenti, hogy nem lesz bántódásom, ha visszatérek, és akkor hivathatsz. Megértettél? És a Saul király mégis haragra gerjed, hogy nem jelensz meg előtte? Akkor bizony, nincs számomra menekvés. El kell futnom előle. Hol késlekedik Dávid? Há? Dávid nem jött el. Engedelmet kért, hogy hazamehessen. Hogy Betlehemben az övéi között ülhesse meg az ünnepet. Az övéi között? Hát mi nem az övéi vagyunk? Jó oka van kételkedni a szeretetetekben. Te eblelkű! Azt hiszed, nem tudom, hogy Dávidnak barátja vagy? Anyád bánatára és atyád szégyenére? Atyám! Te ostoba! Amíg Dávid életben van, nem lehetsz biztonságban sem te, sem pedig a te országod. Nem igaz! Nem tesz ő elmegyemre! Üldes érte! Mert halálnak, fiam! Nem halad meg! Hálátlan gyermek! Úgy éljek én, megöllek téged! Megöllek! Megöllek! Állj fel! Tedd a kezed a tarkódra! Hé! Hey! Nem hallottad, mit mondtam? Azt mondtam, állj fel és tedd a kezed a tarkódra! Gyerünk! Mire vársz? Bocsáss meg nekem, de ha engedelmeskedem, ez az étel kárba vész. Várj egy kicsit, mindjárt megsül a hús. Nem várok egy percet sem. Te nem ennél velem? Ülj le mellém. Jut mindkettőnknek. Te is? A mieink közül vagy? Uh-huh. Tolvaj? Rablógyilkos? Tolvaj. Pedig finom szövetű a ruhád. Azt hiszed? Éppen lophattam is ezt a ruhát. Milyen díszes fegyver? Vedd csak el, neked adom. Nekem adod! Súlyos kard, ez igaz? Egyél. Tudom. Most már tudom, ki vagy. Ez a kard Góliát kardja volt, és Nob város papjai őrizték. Mindenki tudja, hogy Saul haragja elől menekülsz, és ezt a kardot Akimélek pap adta neked, mikor Nob földjére léptél. Hé, Dávid! Te
te vagy Dávid! Ide hallgass, Saul halálra kereste téged, nem tudják ki vagyok én. Azt hiszik, közönséges tolvaj vagyok, de nincs nálam bölcsebb egész Izrael földjén. Tudod, csak egy valami hiányzik nekem olyan nagyon, a karom ereje. És megvéhettem. Hallgass ide, Dávid, adjuk össze ezt a kettőt. A kartot, Góliát kardját, és az én bölcsességemet? Ki állíthatna meg minket? Dávid, most eljött a nagy pillanat. Te nem így is rájuk támadsz. Én pedig addig... Joab! Abisáj! Testvéreim! Joab! Dávid! Egy áruló, egy tolvaj és egy hitehagyott. Van-e köztetek, aki Joab és a többiek útját akarja járni? Akik elárulták királyukat, hogy Dávidhoz csatlakozzanak. Egy sem volt, aki figyelmeztetett volna engem, hogy pártütésre készülnek ellenem. Méghozzá tulajdonházamban. Az enyém között. Uram és királyom, itt vannak Nob városának papjai. Megparancsoltad, uram, hogy én és háznépem jelenjünk meg előtted. Engedelmeskedtünk. Doég! Ismételd el, amit nekem jelentettél. Beszéld el, amit láttál. Nób városában jártam, ahol Akimélek a főpap. És akkor Dávid, Isai fia, Akimélek házába ment. És Akimélek az úrtól tanácsot kért ő felőle. És amikor elbocsátta Dávidot, kenyeret adott neki, és útra való eleséget. És tulajdon szememmel láttam, hogy néki adta a filiszteus Góliátnak a kardját. Doég, idegen szolga, az Edom nemzetségből való, és mégis hívebb hozzán, mint tulajdon fiaim. Miért ütöttetek pártot ellenem, te Akimélek és Isai fiaival? Kenyeret adtál néki, fegyvert adtál néki, hogy azt ellenem fordítsa. Mit mondasz, én uram? Kicsoda olyan hív szolgád, mint Dávid? Nevezetes ember a házadban és seregeidnek feje? Vajon bűne az, hogy segítettem neki? Másszor is kértem az úrtól tanácsot felőle. Hiába is mentegeted magad. Ne vádolj engemet és házam népét igaztalanul. De szolgám látta, mit tettél. Nem követtem el semmi bűnt. Dávid a te nevedben jött hozzám, mint annyiszor máskor. Figyelj rám, Akimélek! Jól tudom, ki parancsolta, hogy segítsd meg Dávidot. Sámuel! Ő mindig is Dávid pártját fogta, az agyafúrt vénység. Mindig ellenemre járt. De ez sem menti, hogy királyodat elárultad. Ez megbocsáthatatlan. Hűtlenségedért lakolni fogsz. Te és összes papjaid most halállal lakoltok. Abner! Saul! Gondold meg, kérlek, mit teszel. Engedelmeskedj! Íjászok! Atyám! Hallgass!
mire vártok? Lőjetek! Nem engedelmeskednek neked. Végezzétek ki az árulókat! Doék! Te is megkímélnéd-e pártütőknek életét? Te hajtsd végre ítéletemet! Rajta! Jelentem meg a király előtt, a többi pappal együtt. Ezért menekültem meg. Én egymagam. Micsoda szégyen. Azután Saul Nób városa ellen vonult. Seregével lerombolt a házainkat, még a templomunkat is. És most halálra kerestett tégedet. Abiatár, maradj bátran velünk. Nagy szolgálatunkra lehetsz. Tanácsot kérsz az úrtól felőlünk. Kéred majd őt, hogy védelmezzen engem. És valamennyi társamat. Árulók! Kémelj! Kémelj! Gerink! Gerink! Nyomorultak! Árulók! Ők azok! Joab emberei fogták el őket. Saul küldte őket kémkedni. Nem, uram, nem vagyunk mi kémek. Hallgass! Itt rejtőzködtek a barlangban. Igaz, uram, igaz. Nem megmondtam, hogy kémkedtek. Nem, csak menedéket. Elhazudj, áruló! Kémkedni akart. Beszélj. Kéli a városából jöttünk. Szegény emberek vagyunk. Szegény szántóvetők, uram. Tegnap a földjeinket feldúlták a filiszteusok. Mindent elpusztítottak, mint a sáskák. Felégették a házainkat és elpusztították mindazt, amit sovány földjeink adtak. Uram, csak te segíthetsz mi rajtunk, csak te üzheted el földjeinkről a pogányokat. Annyiszor leverted már a filiszteusokat. Kérünk téged, uram, kéli a beliek vagyunk. Jó, értem, mindent értek. Joab, készüljetek fel. Azonnal útnak indulunk. Hajnalra Kéhilában leszünk. De Dávid! Alig pihentünk meg, az embereim fáradtak. Elég bajunk van nekünk magunknak is. Miért tennénk magunkra mások gondját? Majd megvédik a Kéhila beliek magukat. Nem szállhatunk szembe Saullal és annak ellenségeivel is. A te kedvedért hagytuk el otthonunkat, hogy kövessünk. Amikor hozzá csatlakoztunk, kiszolgáltattuk Saul haragjának önnön gyermekeinket is. Hallgassatok ide mind!
Ne merje senki azt mondani, hogy Isái fia, Dávid, azért hagyta el Saul házát, hogy háborúságot támasszon ellene. Dávid mindig minden erejével Izraelért harcolt, hogy megoltalmazza ellenségeitől, és ezt fogja tenni mindig is. Most pedig, a mi úrunk nevében, útnak indulunk, Kéil a városába! Dávid számüzetése. És kiűzte a filiszteusokat Kéhilából, uram, és megtisztította tőlük a várost, meg a szántóföldeket. Most pedig Kéhilában pihen az ő híveivel. A városnak kapuja is van, a keleti oldalon. Hányan vannak? Mintegy 5000 lehetnek. Az úr most kezembe adta őt, mert seregével beszorult egy fallal körülvett városba. Kéhilába. Utánam! Kéhilába! Kimenekültek, uram. Kémeim jelentették, hogy az éjjel elhagyták Kéhila városát. Zif pusztaságába mentek. Akkor utánuk megyünk. Minden lépésünkről hírt visznek Saulnak. Meg kell szabadulnunk a kémektől. Azért mostantól egy napig sem maradhatunk egy helyen. Úgy fogunk vándorolni, mint Ábrahám, míg meg nem találjuk az ígéret földjét. Jól van ehhez így, hogy mint az űzött vad egyre csak futunk. És mennyi éve már? Dávid küldött engem! Sohasem háborgattuk a te szolgáidat, sokszor meg is védtük jószágodat. Most viszonzásképpen egy kis részesedést kérünk javaidból. Kik vagytok ti? Kicsoda az a Dávid? Én soha nem kértem tőletek semmit. Hogyan adjak én ételt, italt, szállást olyanoknak, akiket nem is ismerek? Mondd meg a te Dávidodnak, aki küldött, hogy Nábál nem fél tőle. És nem áll szóba holmi szökött szolgákkal, kik urukat elárulták. Gyerünk emberek, munkára! Ne vesztegessük az... Hey! Utánam! Urad elküldte őket. Mit akartak? Ételt, italt. Dávid emberei voltak. Miért nem szóltál nekem?
Az uram Nabal nem tudja, milyen árat kell fizetnünk a nyakasságáért. Abigail vagyok. És én vétkeztem ellened, uram. Én vétkeztem. Ne háborodj fel Nabal szavainak bolondságán. Bal szerencsémre nem láttam meg időben a te szolgáidat. Kérlek, uram, bocsáss meg a te szolgálódnak, és fogadd el ezt a kicsiny ajándékot, amiért megoltalmaztál minket az ellenségtől. Áldott Izraelnek, Ura Istene, aki téged hozzám küldött. Ha nem küldött volna téged, semmi sem állított volna meg, hogy megfékezzem bosszúmat. Embereid segítsenek majd lerakodni. Joab! Tudom, hogy van feleséged. Mikál a neve? Miért nem tart ő is veled mostan? Talán már el is feledted. Miért emlékezzek meg róla itt a puszta sivatagban? Abigail! Én meghallgattam a te szavadat, és elfogadtam ajándékodat. Menj el békével a te házadba. Mikor jót tesz az Úr te veled, és visszaadja majd otthonodat, emlékezzél meg a te szolgálódról.
Gyá! Gyá! Lóról leszállni! Kövessetek! Senki sem mozduljon! Egy hangot se halljak! Éme, eljött ideje a végső szenvedésnek. Vagy bal szerencsénkre Saul kezébe kerülünk, ami bármikor bekövetkezhet. Vagy pedig a filiszteusok földjén kell menedéket keresnünk. Jól tudom, rettenetes ez. De mit tehetek? Mit? Király seregének feje, nem válaszol? Olyan mélyen alszol, hogy meg se hallod a szavam? Ébredjetek! Ébredjetek, itt az ellenség!
Mindannyiunkat lemészárolhattak volna! Ébredjetek, emberek! Ki vagy te? Egy senki! Egy nyomorult pásztorfiú! Aki megölhette volna uradat, a király, mert nem őrizted, jó? Hé! Hey, jöjj, Abner! Keresd meg engem! Hová lett a király tárnája és kupája? Hát mégsem találsz meg! Itt vagyok, Abner! Itt vagyok! Megfizet még ezért az orcátlanságért! Induljunk ellene, uram! Ide nézzetek! Itt van! Itt a király dárdája és a kupája! Dávid! Dávid! Igen, királyom. Csak azért jöttem, hogy megkérdelek. Miért kergeted a te szolgádat? Évek óta űzöl engem, és az életemre törsz. Hajszolsz a hegyek között, mint a fogoly madarat. Saul! Kiűznél engem az úrnak örökségéből, hogy más isteneknek szolgáljak? Nem, Dávid! Nem teszek többé semmit ellenedre! Igazabb vagy te én nálam! Az éjjel az Úr engem a te kezedbe adott, és te megkímélted az életemet! Kétszer is megkíméltem az életedet. Emlékezzél, Saul! Az engédi pusztában, abban a barlangban elmetszettem köntösödnek szegélyét, és íme most is! Megkíméltem az életedet, mert azt mondtam magamban. Távoztass el az Úr tőlem, hogy kezemet Saulra emeljen, aki az Úrnak felkent királya, ki mindenek fölött vagyon. És az Úr Saul csak azt veri meg, aki vétkezik. Igazad szólsz! Igazad szólsz! Most látom csak, fiam, milyen igaz és bölcs voltál te! Te leszel Izrael királya! Én nem cselekszem többé gonoszul veled! Bolond voltam, Dávid, tudom! Kérlek, tér vissza, édes fiam! Nem esik semmi bántódásod! Csak kérlek, ne állj bosszút a házam népén, és uralkodj egész népem fölött! Hallod? Nyelve síma, mint a kígyó nyelve. Hadd jöjjön ő maga ide a lándzsájáért. Él az Úr, mert megfizet minden embernek az ő igazsága szerint, és az ő hívsége szerint, Saul! Dávid! 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 Megmondtad nekem, Jonatán, és én nem hittem neked, hogy ő lesz Izrael királya Saul után. De ő nem hitt el. Nem hitt nekem. Te is tudod, Jonatán, hogy nem hitt nekem. De én vagyok a vétkes. Oly sokszor megcsaltam. Meglásd, atyám, Dávid visszatér. Igazán? Igen, igen. Biztosan? Meglátod. Visszatér. Miért hazudtok? Miért nem mondjátok meg, hogy átpártolt a filiszteusokhoz? Tudom, hogy miért gyűlölöd. Igen, tudom. Mert elvette Abigélt feleségül. Hallgass meg, atyám! Dávid a te ellenséged! És ellenet fog támadni! Te még mindig szereted őt. És mindig legyőzött téged. Neked volt igazad. Csak azért vett el engem, hogy trónodat bitorolja. És még mindig szereted. Saul! Lányod az igazat mondta. Dávid Gát városának királyánál rejtezik. Azóta a filiszteus hadak ellenünk gyülekeznek. Idd meg, uram. Jót fog tenni. Tudtam én, hogy Dávid visszatér. Mindjárt itt lesz. Igen, Dávid visszatér. Már is úton van idefelé. De csak azért, hogy átvegye tőled a hatalmat, ahogy Sámuel megmondta. Sámuel? Sámuel már halott. De én még élek.
És még mindig én vagyok Izrael királya. Saul, te már többé nem vagy király, mert elhagyott téged az Isten. Nem engedelmeskedtél az ő parancsainak, és megölted az ő papjait, és ő nem hallgat meg többé téged, és nem segít többé téged. Bolond asszony beszéd! Az Úr elhagyott engemet, igen? Az Úr nem szól többé hozzám? Jöjj! Jöjj velem! Várj csak! Várj itt egy kicsit! Látjátok? Ha? Gyertek! Gyertek csak közelebb! És hallgassátok! Halljátok? Ugye? Halljátok? Halljátok Sámuel hangját? Csak a szél hangja az. De micsoda erős szél ez? Milyen erős? Akinoam, Jonatán, halljátok-e az Úr hangját? Halljátok-e ti is? Ha? Válaszoljatok! A szerint cselekszik ő veled, amint te cselekedtél. Mert én ítéletet teszek fölötted, és a te fiaid fölött is ítéletet teszek. Saul, hatalmat csak addig tart, amíg a hold megnövekszik. Saul! És ismét elfogy. Saul! A filiszteusok már 2 napja úton vannak. Igen. Gilboa hegyén. Mi hozta közénk azt az idegent? Nem idegen az. Ő Dávid. Vagy nem hallottál még Dávidról? Te megőrültél, Akis. Dávid már 2 éve engem szolgál. Saul meggyűlölte, mert a hatalmát félti tőle. Miért árulna éppen most el minket, amikor bosszút állhat? Honnan tudod, hogy szívvel, lélekkel velünk van? 2 év alatt egyszer sem kellett csalódnom benne. Saul elárulta. Miért ne árulna el minket? Ez az ember Izrael fia. Nem harcolhat a mi oldalunkon. Bármely pillanatban ellenünk fordulhat.
Nem megmondtam, Saul gyűlöli őt. És ha éppen azért fordul ellenünk, hogy kiengesztelje Sault? Küldjétek vissza Dávidot! Én mondom néked, testvérem, inkább vesztettem volna el az én jobb kezemet. Abner! Abner! Dávid elhagyta a filiszteusok táborát! Elűzték a filiszteusok! Uram, Dávid elhagyta a filiszteusok táborát. Ma minden eldől. Ha velem bármi történnék, ha a szerencse elpártolna tőlem, lépj te a helyembe, vedd magad mellé az én fiaimat, és vidd őket Hebronba. Emlékezzél! Megesküdtél, Abner, az én utódaim bírják örökül e földet. Beszéljetek! Mondjátok csak a szemembe! Joab! Nem te voltál-e, Joab, aki a minap még nem mertél volna fegyvert fogni a mi testvéreink ellen? De én tudtam. Tudtam, hogy az Úr megszabadított minket a veszedelemtől. És nem úgy történt, ahogy én megmondtam? De én tudom! Tudom, hogy a Gilboai csatában nekünk is részt kell vennünk. De hát... láttátok, hogy Saul milyen helyen akar megütközni velünk? Sehol egy szikla, sehol egy gödör, ahol el tudnánk rejtőzni. Saul már öreg és fáradt. Soha nem éreztem még ennyire, hogy Izrael egész népének élete, és a ti életetek is, az én kezemben van. Csak most tudom igazán, milyen szép életem volt nekem akkor, mikor egyszerű pásztorfiú voltam, mert akkor csak 30 bárányról kellett számot adnom. De most megnövekedett az én nyájam, és mindenütt farkasok fenyegetnek. Én és ti, csak mi maradtunk, hogy fegyvert fogjunk, és megvédjük az ígéret földjét. Kérdezlek most benneteket, szabad-e nekünk elhagyni az Úr nyáját, és sorsára hagyni azt a néhány eltévedt bárányt, amelyet farkasok fenyegetnek? Milyen pásztorok vagyunk mi akkor?
Érzem én azt, hogy ebben a pillanatban senki sincs, aki számot vetett volna ezzel. De legalább ti, és a ti utódaitok, meglátják majd, hogy nem volt hiába. Ők elmondják majd, hogy nem győzött volna Saul, ha mi nem sietünk segítségére a Gilboai csatában. És én egymagam vállalom ennek a felelősségét. És nem elégszem meg azzal a gondolattal, hogy Sámuel próféta ezt nekem megjövendölte. Én fogom viselni halálig e döntésnek terhét. Thank you.
Dávid! Ott van Dávid, nem látom! Dávid, gyászos hírt hozok neked. Izrael király halott. Meghalt a király. Most te vagy a király. A király! Saul halott! Abner! Jöjj velem! Jöjj gyorsan! A csata elveszett, Saul halott! Nem! Meg kell várni az ő testvéreit! Megőrültél? Megvárnád, míg levágják őket mindegy szálig? Hol keressük most őket? Emlékezz a király parancsára! Az én életemet meg kell kímélned! Yeah! Yeah! Menjetek! Menjetek, ti gyávák! Dávid! Dávid! Hol vagy, Dávid? Fiam! Nem! Azért ne jöjj, hogy megments Sault. Gondolj Izraelre! Gondolj Izraelre! Ó, Istenem, mennyi vér kiontatott! Hogy mi örökül bírjuk-e földet? És milyen egyedül maradtunk? Neked vannak barátaid, uram? Nem. Nincsenek. Csak szolgáid vannak. De te szolgáltal, hogy ilyen bűnt kövessen el. Ne! Ne! Saul! Jonathan! Dávid! Dávid!
Izraelnek ékessége. A te hegyeiden hullottak el a hatalmasok. Ti, Gilboa hegyei, se harmat, se erő, ti reátok ne szálljon. Mert ott hányatott el az erős vitézeknek pajzsuk. Saul és Jonatán. Halálukban sem választottak el egymástól. A saskesejüknél könnyebbek voltak, és oroszlánoknál erősebbek. Izraelnek leányai, sírassátok Sault, akit titeket selyem ruhával ruházott fel, és minden gyönyörűséggel. Atyám fia, Jonatán, nagy keserűségben vagyok miattad. Nagyobb volt irántad való szeretetem, az asszonyok iránti szerelemnél.